Jász-Nagykun Szolnok megyeszékhelye Szolnok. A Tiszató és a Hortobágyi Nemzeti Park sok látogatót vonz a megye területére. A Tiszató mesterségesen kialakított vízfelületével és szigeteivel az Alföld legnagyobb, egyben hazánk második legnagyobb tava, amely kedvelt úti célja a horgászoknak és a vízisportok szerelmeseinek. Az egyetlen hazai állóvíz, ahol engedélyezett a gázüzemi vízi sporteszközök használata, mint például a jetski. E térség védett területe többek között a Tiszafüredi Madárrezervátum és a Tiszaigari Arborétum, ahol közel 400 féle fa és cserje él. A megye északkeleti felére átnyúlik a Hortobágyi puszta, amely a világörökség részét képező kultúrtáj. Szolnok a térség gazdasági, közlekedési, kereskedelmi, oktatási és idegenforgalmi csomópontja. Nevét Zónuk ispáról kapta, aki Gellért püspök védelmében halt mártír halált. A fontos egyházi központtá vált Szolnokot a 13. században a tatárdulás elnéptelenítette. Ám utána ismét fejlődésnek indult. Zsigmond király 1422-ben városi rangot adományozott a településnek. A város jelentőségét növelte, hogy itt haladt át Erdélyből Budáig az úgynevezett sószállító út. A török támadások ellen a szolnoki várat megerősítették. A vár körül ásott vizes árokból alakult ki a Zagyva mai medre. Kunhegyes központjában található az Alföld legnagyobb kéttornyú református temploma, melyet Hild József tervezett. A megyéhez tartozik északnyugaton a gyorsan fejlődő Jásság, túl a Tiszán a Szikár Nagykunság, középen a vadregényes Tiszavölgy, és délen a szelíd Tiszazug. Szolnokon a Tiszaparti sétányon található az 1972-ben megnyílt Mór stílusú galéria, mely 1899-ben Baumhorn Lipót tervei alapján épült az egykori zsinagógában. Ma a Damjanich János Múzeum képzőművészeti gyűjteményének, valamint egy állandó kiállításnak ad otthont. Tiszaliget a város sport- és szabadidőközpontja, tüdeje. A Versegi Park szobraival, csobogóival, virágaival, fáival a város talán leghangulatosabb része. A Zagyva folyó két partján terül el Jászberény. A hajtamocsár a Jászság egyetlen olyan reliktuma, amely a hajdani mocsárvilág emlékét őrzi.
számos kellemes fürdő található megyénkben. Cserkeszőlő, Beregfürdő, Jászapáti, Szolnok, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Tiszafüred, Túrkeve településein. A népi fazekasság központjai Karcag, Mezőtúr és Tiszafüred, ahol világhírű fazekas munkák készülnek. A tiszai árteret fűz, nyár, éger, liget erdő kövezik, amelynek gazdag a növény és állatvilága. Igazi szép természeti kincs. A Közép-Tisza vidék egyik legjelentősebb fagyűjteménye Tisza Igaron található, a helyi Arborétum természetvédelmi területén, ahol közel 400 féle fa és cserje él. Érdekesség az Arborétum szomszédságában álló 400 évesnek becsült kocsányos tölgy, amelyet Mátyás király fájának neveznek. Az Alföld egyik legjelentősebb természeti értéke a Közép-tiszai tájvédelmi körzet. Vendégeinket a legnagyobb szeretettel várjuk az év bármely szakában.